blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be. Annyira királyok. Thomas, neked is fel kell venned valami ilyesmit. Nos, mindenki sokkot kapott, több meglepetés is jön. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with it, who line for nothing? I see that we different, you riding, I double my. Don't do discussions, don't bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging a buggin'. Mi a nyuszink, imádunk táncolni. Mi a nyuszik, szeretünk pihenni. Mi a nyuszik, imádjuk a csokit. Mi a nyuszik, világítunk. Lányok, mindenki tudja, hogy teljesen be vagytok lángolva. Most jön Ebi és lesz belőle zuhanás. Tudjátok, hogy sikít. Kabala, ne aggódj, Ebi edző nincs itt. Pont eljött az ideig bepuderezzem. Ebi edző nem fogja megtudni, nem fogja tudni, hogy jól érezzük magunkat. Amikor nyuszi jól érzi magát, mindenki mosolyog. Mosolyogva. Az rossz, hogy nekünk jó kedvünk van. Lányok, Kabalát csak az aggasztja, hogy ma nem mentünk felpróbálni az új tréningruháinkat. Kabala, ne aggódj, holnap mindent megcsinálunk. Hello lányok, Kabala hello. Nos lányok, elmentetek felpróbálni az új ruháinkat? Minden úgy van, ahogy gondoltuk? Hello, Ebi edző. Lányok, mindent magam fogok elmagyarázni. Ebi edző, a lányok és én ma nem próbálhattuk fel az új jelmezeket, de ne aggódjatok, holnap biztosan elmegyünk. Lányok, megígéritek? Ígéret. Igen, lányok, ígérem. Miért nem mentél ma? Mi akadályozott meg? Tegnap írtál nekem. Igen, Ebi edző, elmegyünk, minden rendben. Gyerünk, lányok, mondjátok el az igazat. Nos, beültünk egy kávézóban, nagyon jó hangulat van ott, és jól éreztük magunkat. Igen, a lányok a kávézóban maradtak, és túl késő volt ahhoz, hogy a próbára menjünk. Lányok, minden szeretetem ellenére néha nagyon bosszantotok, és hamarosan nem Lady Bunny-t fog írni, hanem felelőtlen Bunny-t fog Ebi írni. Ebi edző, bízzon bennem, a felelőtlen nyuszikról soha nem fognak itt írni. Mindent időben megcsináltunk, Ebi edző. Igen, Ebi edző, minden rendben lesz. Van egy tervünk, minden be van tervezve, minden ügy, minden terv. Mindent meg tudunk csinálni. Igen, mindent megterveztek. Minden rendben lesz. Remélem. Nos, lányok, vigyázzatok, minden rajtatok múlik, vagy azt akarjátok, hogy a békák taposanak el benneteket? Nem. Akkor, lányok, kérlek, tartsátok kézben a dolgokat, és ne halasszátok holnapra azt, amit ma is megtehettek. Ebi edző maga pont olyan, mint az anyukám. Ebi szinte a második anyánk. Jó, oké, lányok, mint a csapatkapitánya nagyon megnyugodtam, ezért kéz el van döntve, holnap reggel 8-kor megyünk a próbára. Ez egy másik beszélgetés, lányok. Akkor holnap nem indulunk? Maja, mondták neked, hogy reggel 8-kor jelmez próba lesz. Oké, Kabala, oké. Oké, lányok, a tornateremben várok rátok, és ne túlzabáljuk magunkat, hogy senki ne legyen beteg. Oké, Ebi edző. Lányok? Mi nyuszik, imádunk táncolni, mi nyuszik, szeretünk pihenni, mi nyuszik, imádjuk a csokit, mi nyuszik, világítunk. Lit, vigyázz, mert a kocsi visszatér. Kabala, hagyd már abba a nyafogást, Ebi edző vár minket a lányokkal az edzőteremben. Vigyázz, nehogy megrészegülj a répától, Kabala. Lányok, én komolyabban veszem ezt az edzést, mint tik. Hello, Mike tanár úr. Sziasztok. Hello, mindenki. Itt vannak, most megint felvágnak. Majd én foglalkozom velük. Szóval lányok, rendeljetek, de ne hivalkodjatok. Lányok, ha olyat kértek, amit nem lehet elkészíteni, akkor repültök a kávézóból. Elegem van. Tudtad, hogy Bunny iskolájában tilos a durvaság? Szolgáljatok, ne legyetek udvariatlanok. Szóval ma új módszerünk van. Jön a rendelj, amit csak akarsz. Köszönöm a lattét, nagyon finom. Szívesen, Mike tanár úr. Nos, elkezdődött. Tegnap egy új hátizsákot használt, és ma egy új pénztárcát. Gyerünk, rendeljen gyorsan. Így aztán mangos karamellás popcornt és mangólevest tettem. Wow, jaja, létezik ez? Természetesen, ha rendelek, akkor létezik. Jaja, tudod mit? A mangos karamellás popcornt még nem találták fel. Itt egy sima karamellás popcorn. Jana, tudnál valami egyszerűbbet rendelni? Nem állsz, tettem, amit kértem. Jana? Citromos desszertet citromkrémmel, karamellizált citrommal a tetején, citromos csokoládéval. Hú, nyugodj meg! Lányok, ilyen nincs az étlapon, szóval viszlát! Figyeljetek, hogy mit? Tele van a pénztárcánk! Valami szokatlan szeretnénk rendelni, és nem akarsz kiszolgálni minket? Patkányok, engedjétek át rossz fiúkat! Fú, kosarasok, megmentettetek minket! Kosarasok, mit akartok? Szóval rossz fiúk, mit fogunk inni? Csokoládét! 4 forró csokoládét a rosszakért!
A rendelésed várni fog, figyelj, de miért tolakodsz? Megőrültél, Smiley? Ha Jana és én rossz lányok leszünk, ti rossz fiúk, elbújtok a sarokban. És készen állunk arra, hogy a rossz lányok legyünk, oké, Smiley? Istenőnek érzitek magatokat? Smile, tudod, mennyi pénz van ebben a tárcában? És te tudod, hogy engemet ez nem érdekel? Szóval patkányok, mozgás! Pizza Ice! Várjuk a szokatlan megrendeléseket! Mi van velük? Azt hiszik, hogy menők. És ez nem az első alkalom. Nem értem, megütötte valahol a főnyereményt, itt rázogatja pénztárcáját. Tegnap a hátizsákot rázta. Ne figyeljetek rájuk, nagyon messze vannak a menőktől. Tudjátok, minden megváltozott egy pillanat alatt. Ma patkányok, holnap hősök. Oké, eleget beszéltünk róluk. Ez, adj négy csokoládét. Ma radikális változás történt. Remélem a jót. Mit bámultok, vesztesek? A homlokunkra van írva, hogy mi vagyunk a legmenőbbek. Képzeljétek el, nem. Jana, ne figyelj rájuk, nincs miről beszélgetnünk velük. Óha, a patkányok felvágnak. A patkány új táskát vett, és ezzel henceg. A patkányoknál ez van, minden új dolog valamilyen felvágás. Julie! Patkányok, holnap veszek egy új parókát, és én is felvágok vele. Nos igen, Julie, ha nincs saját hajad, akkor parókával is tudsz mutogatni. Hogy érted ezt, Lialja? Van haja? Igen, de nem olyan díszes, mint az enyém. Elegem van belőlük. Julie, téged bámultak. Valami más kellett volna mondanod. Tomás, tudom. Holnap megyek, veszek magamnak egy iPhone 13-at, és megmutatom. Tényleg? Karina, természetesen nem. És holnap ez megint kifogásít téged. Pizza Ice, várjuk a szokatlan megrendelésünket. Gigi, hagyd abba a furkálódást, tudjuk, hogy mi vagyunk a legjobbak. Na srácok, készen álltok arra, hogy meglapjuk az egész iskolát? Erre vártam. Lenyűgöző benyomást fogunk elteni. És Dianának. Figyelj, Tomi, megint Diana. Oké, srácok, ne vitatkozzatok. Ice várakozva ülnek. Hadd várjanak, hamarosan elmennek. Nem, nem fognak elmenni, rossz kritikát fognak írni a panaszkönyvben. Hol van? Felgyújtottam. Szóval, srácok. Elkaptalak. Kit hívjak, a tanárt vagy az igazgatót? Kinek lenne könnyebb elmondani a hiányzásaitokat? Az egész véletlenül történt, nem akartuk, csak Zak eltűnt, és mi kerestük őt. Hiányoztam. Igen, eltűntél. Jó, hogy megtaláltad. De srácok, nem tetszik ez a válasz. Hol voltatok az óra alatt? Csak George, az a helyzet. Véletlenül bementünk a boltba, és ott láttuk meg azokat a fényes harisnyákat. Szöszi, ne flörtölj velem, milyen harisnya? Fényes strasszkövekkel, nagyon szép. Rendben, vettél harisnyaladrágot? Mutasd meg. Nem, túl drágák voltak. Nyilvánvaló, hogy hazudik. Békák, ti bajba vagytok, és a bábok is bajba vannak. Várj, George, hogy hittél minket? Kik azok a bábokat? Zup, most nincs itt az ideje vitatkozni. Problémánk van. Igen, hívom az igazgatót. Szözi, foglalkozz a barátoddal, problémánk van. Ön nem a barátom, kirúgott lányok. Szözi, csinálj valamit, kapcsold be a női báj, csinálj valamit. Mi őt nem érdekli a sármom. Blondi, gyerünk, különben most már szemét lesz. Haló, le tudna jönni a földszintre? George, várj egy percet, olyan hírem van számodra, amitől le fogsz bukni. Gyerünk, nincs hír, nem akarok itt elesni. Szaszi, mind hiszünk benne. George, valaki feltette a WC-ről készült fotóitat a hálózatra, és rengeteg lájkot kapott. Most már sztár vagy, George, WC-sztár. George ilyeneket csinált? Hogyan? Ki csinált rólam? Nos, csak hogy a WC-ben van egy ablak, és bárki lefotózhatott. Amikor a WC-n voltam az iskolában, csak a kosárlabdázók és a focisták voltak. Igen, pontosan így van, ezért nem velünk, hanem velük kell foglalkoznod. Hogy tehették meg ezt? Ez igaz? Zák, hülye vagy, persze, hogy igaz. Srácok, ez szégyen. Ó, igen, George, és akkor mi van? Elengedsz minket, ugye? Hé, George! Nyuszi lányok, a kosarazók elég szemtelenek. Úgy tűnik, a srácok lefotózták George-ot a fürdőszoba ablakából. Mi? Miről beszélsz? A mi fiúink nem néznek be a fürdőszobába az ablakon keresztül. Ez nem érdekes számukra. Van egy fotó, ami sok lájkot kapott. Oké, George, te foglalkozz ezekkel a nyuszikkal, mert a fiúk nagyon szemtelenek. Nos, nyuszik, most már mi vagyunk a helyeteken. Lányok, gyertek csak ide. Megdöbbentő, de mi közünk van hozzá, nem mi tettünk? Van gyakorlatunk, George. Azt hiszem, az edzés elmarad. Lányok, hívom az igazgatót. Tényleg inkompetensek vagytok. A francba. George, nem láttad a nyuszikat? Ebi edző, itt vannak a nyuszik. Gyere ide, nagyon rossz hírem van számodra.
Lányok, mi történt, George? Mit tette? Tudom, hogy ezek a lányok nagyon népszerűek, és a barátjaik készítettek rólam egy képet a WC-n, és feltették a netre. Hogy mi? Abby edző, nem értem, miről beszél. És a fotóm rengeteg lájkot kapott, és úgy tűnik, hogy Diana posztolt a fotómat a hálózaton. Mi? Nem is láttam azt a képet. Lányok, ti láttátok azt a képet? Nem. George, hol van az a fotó? Meg tudod mutatni? Nem, én nem láttam, de a békák elmondták a hírt. Rendben, minden világos, George. Lányok, menjenek gyakorolni. Te pedig, George, hallgass jobban a béka lányokra, jobb, ha előbb velük foglalkozol. George, ne hallgass a békákra, nagyon jól tudnak hazudni. Igen, milyen naív rendőr vagy. Szia, George, edzésünk van. Abby edző, de most a törvénytelenek mellett állsz ki. George, a békák hibáztak, és te nyomozol, van egy gyakorlatom. Edzésre kell mennem. Lányok, mi történt? Hosszú történet, röviden, George összefutott velünk valami olyan fotó miatt, amiről nem is tudunk. George a WC-ben, ez nagyon vicces. Becsült fel, hogy a kosárlabdászok valóban készítettek-e képeket. Szerintem ez hazugság. Képzeljétek el, ha az igaz lenne. Megörültek a kosarasok. Szóval, lányok, kezdjük el az edzést. Természetesen megdöbbentett ez a hír. George a WC-ben, ez olyan vicces. Tényleg vicces. Nos, hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy a kosárlabdázók valóban képesek erre. Gyerünk, költözünk át, beszédesek. Bárcsak láthatnám ezt a képet, egyáltalán létezik. Szóval, lányok, ne időzzetek, öltözzetek fel. Oké, Abby edző. Tima, mi a probléma? Nem akarsz megcsukolni? Úrán, persze, hogy sajnálom, de nagy ajkaitól megijedek. Tima, nem értel, minden rendben. Megnagyobbítottam az ajkam. Nekem tetszik, minden. Amikor elkezdtünk randizni, nem volt ekkora gombócod. Különben is megijesztettél. Nem hiszem, hogy te vagy Lauren. Nem én vagyok, Lauren. Igen, én vagyok Lauren. Lauren, mondtam, hogy ne csináld ezt, hogy Dima ne szeressen téged. Zalina, te az ajkaidat ugye nem fogod nagyobbítani? Nem. Te vagy az én kisasszonyom. Dima, úgy viselkedsz, mint egy gyerek. Bókolj Laurennek. És te elvetted és elrontottad a hangulatot. Elrontotta a kedvemet. Mindenki körbejár, újjal mutogat és azt mondja, látjátok Lauren gombócait? Dima, ajkak. Azt hívják ajkaknak. Az a gombóc, amit reggel eszel. Reggelent rántottát eszem, Lauren. És ennyi. Ne gyere a közelembe. Lányok, azt hittem tetszeni fog neki. Ne aggódj, az a baj, hogy a Teddy már nem érti a szépséget. Majd megszokja, meg fogja szokni. Nem lesz könnyű. Focisták, mozgás, komoly beszélgetést fogunk folytatni. Mi van a száddal? Smiley, mondd, hogy minden rendben. Hát nem, már nem is hasonlítasz Laurenre. A fenébe, ő is ugyanolyan. Kosarasok, hogy járhatnak veletek a nyuszik? Ízléstelenek vagytok. Oké, Lauren, menjünk innen, különben röhögni fognak rajtad. Nekem vannak a legszebb és legcsodálatosabb ajkai. Igen. És mi van, ilyen kacsajkokkal szeretnek járni? Azt hiszem, igen. Nos, srácok, mi volt ott a terv szerint? Egy szóval, készen álltok arra, hogy az egész iskola megdöbbenjen a megjelenésünkről? Már vártam rá. Különösen, ahogy a lányaink fognak reagálni. Az én Dianácskám. Tomi, 200-szor és még többször megismétlem neked. Diana az enyém, ezért nem fog megörülni a megjelenésedtől. Igen, a bani lányok folyamatosan meglátnak minket. Menő sminkek, menő ruhák. Mi meg soha nem lepjük meg őket, szóval itt az idő, fiúk! Nos, lányok, most már tartoztok nekem, amiért kijutattalak benneteket. Blondi, jó munkát végeztél. Tudom, mindig ezt teszem. Csak olyan történetet találtál ki, hogy a nyuszik bűnösek maradjanak. De hazudtunk, és ha elmondják nekünk, mutassuk meg a képet, mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy a fotót már törölték. Igen, kiakadtak és törölték. Lányok, megint felzaklattatok. Mike tanár úr, nem lehetünk mindig olyanok, mint a szürke egerek. Üzleti patkányok vagyunk ebben a suliban, mindenki fél tőlünk. Lányok, ti vagytok az adminisztrátorok. Mike tanár úr, még nem lettünk rossz lányok. Mike tanár úr agya mindjárt felrobban. Ó, Istenem, annyira belezúgtak. Annyira királyak. Thomas, neked is fel kell venned valami ilyesmit. Nem mindenki sokkot kapott, lesz itt még több meglepetés. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a line for nothing. I see that we different, you ride and I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bucket.
Én is ilyen fogokat akarok. A francba, a kosarasok félelmetesek. A fenébe zup már nem vagy az esetem. Hogy érted ezt? Én is szeretnék egy olyan barátot, mint a kosarasok. Igen, az én Georgeom már nem száll fel, ezt már megértettem. Igen, már mondtuk neked. Hú, büszke vagyok a Bunny iskolájára. Olyan jó felsrácok vannak. Ilyen, akit szeretsz a legjobban? Romeo. Én kedvelem Tomit. Rossz lányokká kell bánunk. Lányok, hallottátok? Mi vagyunk a legmenőbbek itt. Brass, ez nem rólad szól. A kosarasokról van szó. Tudod mit, Brass? Holnap változtas, nem tetszik, ahogy kinézel. De korábban azt mondtad, hogy nem tetszik. Ez még korábban volt. Srácok, látjátok, hogy mindenki minket néz? Természetesen, mert irreálisan menők vagyunk. Bárcsak Diana hamarabb találkozna velem. Még keményebben fognak szerelembe hívni minket. Dima, jobb, ha beszélsz Lorennel. Kostya, miért? Nézd meg, hogy nézek a kosarasokra. Zalida, itt vagyok. Itt van, hogy kinek kell menőnek lenned. Igen, igen. Kostya, ha valamit, akkor ezt nem hallottad. A kosarasok menénk a miénkkel szemben. Lányok, ne nézzetek az irányukba. Bárcsak nekünk is lennének ilyen láncaink és óráink. Igen, de nekünk nincsenek ilyen láncaink és óráink. Igen, igaz. A focis lányok megdöbbentek. Fiúk, fiúk, csinálhatok egy képet? Igen, persze. Ki akar még velünk fényképezkedni? Mi is rajta lehetünk? Zalina, ha közös képet készítesz velük, akkor köztünk vége. Lányok, az edzés remekül sikerült, csak most nem értem, hogy hol vannak a kosarasaink. Megfeledkeztetek rólunk. Láttad Lauren új ajkait? Lányok, üljetek le, megjöttek a nyuszik. Nevesetek megint a számon. Ó, mit fogsz csinálni? Megharapni minket? Láttatok a kosarasokat? Egyébként látta valaki a fiúkat? Eltévedtek valahol. Megérkeztek a kosárlabdázók, lányok. Elvesztettél minket? Ó, Istenem. Istenem. Fiúk, ti vagytok a legjobbak. Valaki beszélt nektek erről? Diana, ez neked szól. Diana, ne hallgassa. Mit gondolsz? Igazi szerelem? Lányok, mindent éltetek! Hogy még jobban szeressetek bennünket. Kabala, a te jelmezed sokkal jobb, olyan bolyhos. Igen. Zakat, az lélegzett elállító. Nézd az én smile-omat. Lányok, nézzétek a mackómat, olyan édes. Na lányok, a leckétnek már vége. Mit csináljunk? Fiúk, én most nagyon sok szelfit szeretnék veletek. Szeretnénk veled menni valahová. Igen, ma 100%-ban el kell mennünk a klubba. Lányok, ugye nem feledkeztetek meg rólam és Kabaláról ilyen benyomás alatt? Mi is megyünk. Rendben. Szóval lányok, megyünk a klubba. Na, azt se táncoljunk. Knopom, mindenki a barátodat fogja nézni. Smile, te vagy a király. Lauren, eljössz velem a klubba. Igen, fogom. Lauren, az ajkai csodálatosak. Túl később, gombot. Ha velünk jön, nem jössz velünk a klubba. Menjünk. Sajnálom, Lauren, de nem jössz velem a klubba. Mi? Mi dömpingel, Lauren? Szóval, fiúk, gyerünk. Te meg vedd le a műfogsorodat, mert sejpítesz tőle. Nem, kész vagyok suttogni egy ilyen szépségkedvéért. Oké, srácok, menjünk a klubba. Srácok, láttátok, hogy megváltoztak a fiúk? Tényleg jó képűek? Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új epizódokat. Sziasztok! Sziasztok!